Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök november 9-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A kőfaragó házról, az új tankonyháról is kaptak információt a nyugdíjasok. Természetvédelmi szempontból is érdemes mellőzni a gépjárműveket. Gyógyító erejével is nagy segítséget jelenthetnek a speciális növények. Gyermekek és szülők közösen alkottak november első hétvégéjén. A hagyományokhoz híven idén is ellátogattak a Városházára a Városi Nyugdíjas Klub tagjai. November 8-án Mihő József polgármester tartott tájékoztatót a megjelenteknek, ahol az aktuális és a jövőben megvalósuló fejlesztéseket ismertette. Tata aktuális fejlesztéseiről és a jövőben megvalósuló tervekről tartott tájékoztatót Mihő József a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak. November 8-án valósult meg a civil szervezet számára létrehívott éves beszámoló, amely a szépkorúak és a városvezetés részére is fontos eseménynek számít. Természetes dolog egy város számára is és a városvezetés számára is, hogy rendszeresen találkozzunk a város időseivel, azokkal, akik az életüknek a nagyobb részét már megélték, rengeteg tapasztalatot összegyűjtöttek rengeteg területen, és sok-sok gondolatuk van azzal kapcsolatban, hogy esetleg a saját életüket hogy csinálnák másként, és a jelen állapoton esetleg mit változtatnának ahhoz, hogy még jobb legyen, vagy csak egyszerűen szeretnék megismerni azokat a körülményeket, azokat a háttérinformációkat, ami alapján ilyen vagy olyan döntés születik mondjuk egy városban. Én ezért örülök, amikor a meghívásomra, vagy az ő jelentkezésükre találkozhatunk, és így valóban rendszeresen évente több alkalommal is van lehetőségünk egy jót beszélgetni. Nekem nagyon jó, hogy elmondhatom, hogy a város miről hogy gondolkodik, és megkérdezhetem, hogy nekik erről mi a véleményük, nekik pedig jó, hogy szemtől szembe idehozhatják azt a gondjukat, bajukat vagy örömüket, amit szeretnének megosztani velünk. Az interaktív találkozó nagy érdeklődésre tett szert. A nagy létszámú nyugdíjas klubból sokan érdeklődtek a tájékoztatón. Ezt a nyugdíjasok is szem előtt tartják, és érdeklődve figyelik, hogy vajon mi valósult meg városunkban, meg mi várható még a továbbiakban. A Városi Nyugdíjas Klub számos programot szervezett a közeljövőben, ám azok megvalósítását jelentősen befolyásolja a jelenlegi vírushelyzet. Sajnos a bárt le kellett mondanunk, mert ugye nagyon sokan megéltek és visszamondták, meg lett volna most egy soproni kirándulásunk és egy színházzal egybekötött kirándulás, azt is vissza kellett mondani. Úgyhogy legközelebb most csak egy összejövetelünk lesz, úgyhogy más egyenlőre. Utána decemberben még nem tudom, lenne Mikulás megemlékezés, valamint lenne egy karácsonyi készülődésről egy a református tiszteletest hívtuk el Szomodról. Hát meglátjuk, megtartható-e, mert most megint szigorítani akarnak állítólag, meglátjuk. A program végén a megjelentek elmondhatták észrevételeiket, és az esetlegesen felmerülő kérdéseikre is választ kaptak. Szemléletformáló kezdeményezéssel készült a Tatai Rendház Kft. És a Bláthy Ottó szakiskola. November első pénteki napján egy autómentes napra várták a fiatalokat, ahol egészségügyi képzés, totó és különböző sportprogramok fogadták a résztvevőket. Szlalom és különböző akadályok teljesítése is várt a fiatalokra a november első pénteki napján megrendezett autómentes napon. A Tatai Rendház Kft. És a Bláthy Ottó iskola évek óta szoros együttműködésben szólítják meg a diákokat különböző szemléletformáló akciók során. A TOP 5-3-1-es pályázati projekt keretében a közlekedésbiztonsági szegmens figyelemfelhívásaként dolgozunk most azon, hogy a fiatalok számára, a gyerekek és a fiatal felnőttek számára is kedvelté tegyük, hogy autó nélkül is lehet élni, és a közlekedést lehet olyan szinten előtérbe helyezni, hogy az, ha lehet, akkor balesetmentes legyen, értelmes legyen, és az egészségre is felhívjuk a figyelmet. Itt a mozgás örömére, arra a szépségre, amit a teremtett környezet ad számunkra,
odafordítani a hozzánk érkező fiatalokat, annak az örömét megadni, hogyha egészségesen tudnak felnőni, akkor nagy valószínűséggel az idősebb korukban is az egészséget választják célként és nem vágyként az életükben. A tematikus napon a tanulók tollasozhattak, kosárlabdázhattak, különböző akadálypályákat teljesíthettek, de a volt piarista rendházban elméleti oktatás és totó is várta a résztvevőket. Szerencsére elmondható a blátis diákokról, hogy nagyon szívesen mozognak, sportolnak. Nagyon sok ilyen rendezvényen vettünk már részt, így nagy örömmel fogadtuk el azt a felkérést, hogy az autómentes napon is, mint szervezők résztvevők jelen legyünk. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak átadjuk az ismereteket, hanem neveljük is a hozzánk járó tanulókat, és borzasztóan fontosnak tartjuk azt, hogy fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy autóval járni, autót vezetni nem csak menő, trendi dolog, hanem sajnos a környezetet is szennyezi, és szeretnénk kedvet csinálni ahhoz, hogy minél többször inkább a biciklit, rollert válasszák, akár iskolába járáshoz is. Úgyhogy bringára fel. A programon a lelkes fiatalokhoz a város óvodás gyermekei is csatlakoztak. Folytatja előadás sorozatát a Természetes Életmód Alapítvány, az Új Kajakház és Ökoturisztikai Központban a Gyógynövények az Egészség Szolgálatában címmel tájékozódhattak az érdeklődők az aktuális őszi termésekről és azok jótékony hatásairól. Ismét izgalmas és aktuális témával készült az érdeklődőknek a Természetes Életmód Alapítvány. November 8-án a gombák és gyógynövények előfordulására és segítő hatásukról tudhattak meg többet a megjelentek. Nem akármibe szedjük a gombákat, tehát kosárkába szedjük a gombákat, vagy vödörbe. És jó az, hogyha amíg az ismeretek nem teljesek egy gombagyűjtőnél, hogy elkülönítve szedje a gombákat. A következő az, hogy pláne, hogyha nem szakképzett, vagy nem tanult ehhez, akkor mindenképp a gyűjtött gombákat vigye el gombaszak ellenőr vizsgálatára. Ugyanis minden ehető gombának megvan a párja, mérgező, sőt halálos mérgező párja is esetleg. A másik az, hogy nem össze-vissza, tehát nem halomba szedjük, és nem összetörve szedjük, és nem földesen szedjük, és nem tövestől kitépve szedjük. Legfeljebb egyet-egyet tényleg a gombaszak ellenő vizsgálatához érdemes tönkkel együtt szedni, és azt is megfigyelni, hogy hol találta, esetleg milyen fa alatt. Ugyanis nagyon sok gomba, gyökér kapcsolt gomba, és egyúttal a meghatározásában is az is segít, hogy mi alatt szedte az illető. Mert gyökér kapcsolt, az illető fával együtt élő. Az előadás fontos üzenete volt, hogy gyógynövényekből nem csak teák vagy egyéb élelmiszerek készíthetőek, külsőleg használva is eredményt érhetünk el. Én nagyon szeretek bőrön keresztül is gyógyítani, és sokszor a bőrön keresztüli gyógyítás, a pakolás, a kenés, az olajozás, a szeszes bedörzsölés, ezek sokszor hatásosabb, mint hogyha meginnák a füveket, mert hát nem tudni kinek milyen gyomorsava van, vagy hogy van, és akkor az sajnos elsavasítja még a teját is. De így ez kevésbé. Sokszor szoktam még ajánlani, hogy darálja meg a megszárított növényt, és akkor egy kis mézzel elkeveri, és az is sokkal gyorsabban hat. Úgyhogy akkor a tárkony még, ami fönt van a földön, az pedig jó levesbe csinálta, ilyesmire is szintén télen. Akkor most még van a fűszfa levél, fűszfa ágacskák, azok például a reumásoknak nagyon jó, a leveleket félre elrakják, külön szárítják, és ezeket a kis ágacskákat apró vékonyra fölvágja, azt megfőzi, és akkor ez a fűszfa levél ágacska, meg az apró bojtorján, ez a reumatik ízületi fájdalmakra nagyon jó. Az előadás kísérő programja egy gombakiállítás volt. A Tatai Városkapu Közhasznú ZRT minden hónapban tematikus játszóházzal várja a családokat a település különböző helyszínein. Legutóbb november 6-án az Angol Parkban kézműveskedhettek a megjelentek, az elkészült alkotások az ősz jegyében születtek.
Bár a legnépszerűbbek a gesztenyefigurák voltak, sok egyéb kézműves feladattal készült a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT. A családok számára már jól bevált program, hogy különböző tematikus játszóházak látogathatóak. November 6-án a jó időt kihasználva az angolkertbe várták az ügyeskező gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket. Minden hónapban egyszer tartunk játszóházat a Városkapu ZRT különböző egységeiben. Itt az ősz most a Cellarius Tatai Kincses Ház melletti kis területen zajlik, és ez egy őszi játszóház. Ugye most Halloween időszak van, de mi kicsit szerettünk volna ettől elvonatkoztatni. Természetesen papírból készítünk töklámpást, ajtódíszeket és kis figurákat. Nagyon sokan érkeztek nyitásra, a gesztenye bábúink gyorsan el is fogytak, de még lehet készíteni, és örülünk, hogy most ilyen sokan eljöttek hozzánk. A kézműves foglalkozásokban sokszor aktívabbak voltak a kísérő szülők, mint gyermekeik, ami nem egy meglepő jelenség a Városkapu rendezvényein. Számunkra nagyon pozitív, hiszen ez azt jelenti, hogy nem csak a gyerekek érzik jól magukat nálunk, hanem a felnőttek is, és ez a mai nap különleges, hiszen ha véget ért a játszóház, délután lesz egy kiállítás megnyitó a nyári lakba, és ezek a felnőttek majd itt maradnak velünk. A felnőttek ilyenkor lehetnek gyerekek, a nagyszülők tudnak unokázni, segíthetnek nekik, és ez egy ilyen teljesen komplex családi program lesz a nap végére. Minden évben tartunk a művelődési központba a karácsonyi játszóházat, úgyhogy ez a következő, amire szeretettel várunk mindenkit. Ha nem szeretnének lemaradni az időpontokról, akkor a Facebook oldalunkon, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT Facebook oldalán megtalálnak minden információt. A Szent Borbála Kórház tájékoztatja a lakosságot, hogy a megnövekedett igényt figyelembe véve meghosszított nyitvatartással üzemelnek az oltópontok. Tatán november 10-én és 17-én, Tatabányán november 11-én és 18-án reggel 7 órától este fél hétig várják az oltakozókat. Idén is megrendezi hagyományos kiállítását a mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei egyesülete Tatai Sorstársak klubja. A tárlat megnyitójára november 15-én délután 2 órakor kerül sor a művelődési ház folyosó galériáján. Terület takarításra és rendezésre várják az érdeklődőket november 13-án a Fényes Forrásvidéken. A reggel 9 órától délután 3 óráig tartó önkéntes napra az új kajakház@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. Következzenek kedvesti híreink még egyszer, röviden. A kőfaragóházról, az új tankonyháról is kaptak információt a nyugdíjasok. Természetvédelmi szempontból is érdemes mellőzni a gépjárműveket. Gyógyító erejével is nagy segítséget jelenthetnek a speciális növények. Gyermekek és szülők közösen alkottak november első hétvégéjén. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök november 9-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen a körzethírei következnek, majd Sportkett című adásunkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra.